Gyalogosok és kerékpárosok számára alakítanak ki útvonalakat Marosvásárhelyen. A napokban már neki is láttak a munkálatoknak a nagy kórház környékén. Többek között 50 fát is kivágnak a felújítás alatt álló szakaszon, ami megosztja a közvéleményt. Marosvásárhelyen a klinikák környékén megkezdődtek a területrendezési munkálatok kerékpáros és gyalogos utak kialakítása érdekében. A Gyorgy Márinescu utcában az 1989. december 22-es sugárút mentén, a Kosár-Domb sétányon, a Székely-Vértanúk útján és a Konstantin-Románu Vivo utcában bicikliút épül, szélesítik a meglévő járdákat, padokat helyeznek ki és térfigyelő kamerákat szerelnek fel. Pénteken a régi Szerpentin környék a kijelölt fák kivágásához láttak hozzá. Összesen 52 fát vágnak ki a 2 kilométeres bicikliút nyomvonalán, ez azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését. A hátam mögött látható területen jelenleg is folynak a munkálatok. Marosvásárhely polgármesteri hivatalának jelentése szerint a fák kivágását a törvényes előírások betartásával és a szükséges engedélyekkel végzik el. A kivágott fák miatt vannak, akik elégedetlenkednek, sérelmezve, hogy most, amikor Erdélyben egyre melegebbek a nyarak és szükség van az árnyékra, miért kell a jókora koronával rendelkező fákat kivágni. A közösségi oldalakon is két táborra szakadtak a kommentelők, van, aki támogatja a munkálatokat, és van, aki határozott ellenzi. Florian Moldován az építkezés projektjének menedzsere híradónk keresésére elmondta, hogy a bicikliút az egyetemisták javát is szolgálja, ugyanis nem mindenkinek van lehetősége autóval közlekedni. Și atunci am încercat să creăm acea pistă care să lege căminele studențești de UMF și de spital. Borsos Csaba, a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal szóvivője biztosította a lakókat a terület rehabilitációjáról, ugyanis a munkálatok befejeztével a kivágott fák helyébe juhar, platán és hársfákat fognak ültetni. Szeretnénk azonban tájékoztatni a marosvásárhelyi polgárokat, hogy amíg befejeződnek az infrastruktúra felújítási munkálatok, a zöldövezetet teljesen helyreállítják ebben az egész kerületben. Ez alatt azt kell érteni, hogy újra ültetnek az 52 helyett 156 érett fát. Hozzátette, közepes és magas növényzetet is ültetnek a kerékpárút mentén, ami hangszigeteltséghez is vezet, nyugtató környezetet teremtve. Ugyanakkor lesz egy kerékpárkölcsönző is, így akár a nagy kórházat és a Somos tetőt összekötő erdei kerékpárutat is ki lehet majd próbálni. Mivel közel van a közkedvelt Vikentelep, oda is el lehet biciklizni, illetve a Maros parton is lehet majd tekerni.